Üdvözlöm kedves nézőinket, ez itt a Napszemle. Jó estét kívánok! 136 millió lejből gazdálkodik idén Gyergyószent Miklós, és további 94 millió lejből az alintézmények. A korábbiakban be nem töltött állásokat, valamint újabbakat is hirdett a Gyergyószent Miklósi Kórház. Magyar nyelvű ősbemutatóval indítja az évet a Tomcsa Sándor Színház. Sajtótájékoztatón ismertette az EMS Gyergyószentmiklósi tanácsosi frakciója azokat a javaslatokat, melyeket még február elején küldött a Városházára, hogy a költségvetésbe belefoglalják. A gyergyószentmiklósiak mindennapi életét teszik ezek könnyebbé, közölték. Még február 5-én iktatták a Városházán a költségvetés tervezéséhez küldött EMS javaslatot. A csütörtöki sajtótájékoztatón ezeket az ajánlásokat ismertették a tanácsosok. Most, hogy jön a tavasz és újra kezdődnek a mezőgazdasági munkák, a kamerahálózat bővítésére kértünk pénzt, régebb 100 000 lejtettünk oda évenként, hogy a mezőről a lopásokat próbáljuk egy picit visszaszorítani. Ugyanakkor az egyházak és a kulturális és sport civil szervezetek támogatására kértünk pénzt, mert 2023-ban nem kaptak támogatást, sőt a kulturális civil szervezetek már 3 éve nem kapnak támogatást, de nem beszélünk nagy összegekről. Ugyanakkor a felmart aszfaltból, vagy akár kavicsokkal a mellékutcáknak valamennyire járhatóvá tételét tegyünk oda pénzt, azt kértük, hogy ne kelljen bokáig érő sárba járjanak az emberek. Ugyanakkor a város saját ingatlanjainak az állam megőrzésére kértünk pénzt, mert nagyon romos állapotban vannak. A Harmapán melletti épület, vagy a Kordiál épülete, vagy akár a mozi épülete, ami vagy úgymond egy olyan megnyert pályázattal nem haladtunk, ami 2%-os önrészsel van, és nagyon rossz állapotban van az épület is. A labdarúgó stadionnak a betonkerítésének szintén egy állag megőrzésére kértünk pénzt, hogy nehogy egy nagyobb szél valakire vagy valami autóra ráborítsa a betonkerítést, mert az is nagyon-nagyon rossz állapotban van. Az úszoda felé vezető út, kicsi útszakasznak esetleg a leaszfaltozására kértünk pénzt. A piac környékének ugye a rendbetétel, ami meg volt ígérve, tehát arra kértünk pénzt, hogy kimennek az emberek, mégis szinte annyi közösségi építő dolog maradt, hogy szombaton kimennek a piacra az emberek, és ugyanazok a rossz állapotok vannak, mint az ígéret előtt. Tehát valamit azzal is el kéne kezdeni, hogy javítsunk rajta. Egy felemás egyeztetések nyomán beterjesztett büdzsétervezet jól mutatja az inkompetenciát, amivel a várost 4 éve vezetik, mutattak rá. A késleltetett költségvetéssel intézmények működése került veszélybe. Gyergyószent Miklós költségvetése 3 hete meg kéne legyen. 3 héttel ezelőtt már el kellett legyen volna fogadva a román törvények értelmében, és már ez a késés úgy a város lakossága, intézményei, mint a megkezdett projekt számára problémás. Az, hogy a polgármester csak most tette meg tegnap délután a javaslatát, az azért elszomorító, mert ez már hónapokkal ezelőtt el kellett volna kezdődjön a folyamat, az egyeztetés az önkormányzattal, a helyi tanáccsal, a különböző intézmények vezetőivel, a különböző érdekcsoportokkal. Ez mind elmaradt. Jól látható ebből a költségvetési módozatból, vagy tervezetből az amatőrizmus és inkompetencia, ami az elmúlt 4 évben a Gyergyószent Miklósi polgármestert és csapatát jellemezte. És számunkra ez így elfogadhatatlan. Mi próbáltunk pozitív építő javaslatokat tenni még a határidőn belül, amik mindenféleképpen szerintünk be kellene kerüljenek a költségvetésbe, amik a Gyergyószent Miklósi polgárok mindennapi életét tennék egy kicsit jobbá, és nagyon odafigyeltünk arra, hogy ezek a javaslatok ne legyenek a költségvetés kárára, a megkezdett projektek kárára, de igazából többségük összesen nem kerülne annyiba, mint amennyit elköltött tavaly a város fesztiválok szervezésére, teszem azt. A szerda délután szétküldött polgármesteri büdzséjavaslat kapcsán megjegyezték a sajtótájékoztatón, eddig csak futólag volt idejük tanulmányozni.
Most dőlt meg a legenda, hogyha az RMDSZ átveszi egy önkormányzatba a vezetést, akkor borzasztóan sok pénz érkezik be. Így első ránézésre az idei költségvetés több mint 30%-kal kevesebb, mint a tavalyi. Ez azt jelenti, hogy a megkezdett projektek, a megörökölt, az előző polgármester által hátrahagyott projektek kezdenek elfogyni, és nem lettek újak behozva. Tehát kell tudni, egy útfelújítás az nem ott kezdődik, hogy elkezdenek aszfaltozni, hanem azt meg kell pályázni, elő kell készíteni, és ez a munka úgy látszik, hogy nagyon-nagyon hiányzott az elmúlt években a hivatal. És most még nem látjuk, de néhány év múlva, amikor nem fog történni semmi, akkor nagyon-nagyon látszata lesz a most el nem végzett munkának. Jól látszik az elmúlt 4 évből, hogy amióta Csergő Tibor a polgármester, Gyergyószent Miklós egyetlen intézménye működik jobban, és az a múzeum. Tusa Szilárd, a Gyergyószent Miklósi EMS elnöke közölte azt is, annak függvényében fogják támogatni a költségvetést a hétfőre összehívott tanácsülésen, hogy javaslataik benne lesznek-e, illetve várják a bizottságok összehívását és egy részletes ismertetésre, megbeszélésre. 136 millió lejből gazdálkodik idén Gyergyószent Miklós, és további 94 millió lejből az alintézmények. Derül ki a sajtónak ma bemutatott költségvetés tervezetből. A polgármester reméli, elfogadják hétfőn a tanácsosok. Pánik hangulatot próbálnak kelteni a tanácsosok és a sajtó a költségvetés kapcsán, pedig nincs vészhelyzet, rendben vannak a kifizetések. Ezzel indította a költségvetés tervezet bemutatását Csergő Tibor polgármester. Majd részletesen taglalta, miért késlekedett mostanig az előkészítése, többek közt a múlt heti városházi béremelést említette. A költségvetésről elmondta, egyedül az EMS frakció fogalmazott meg konkrét kéréseket, ezeket bele is foglalták a tervezetbe. 136 millió lejből gazdálkodhat a város, plusz még 94 millióból a közintézmények, azaz iskolák, kórház, kulturális intézmények, a közmű. A 136 millióból 42,5 millió jut működésre, közel 94 millió pedig fejlesztésre. Az alintézményeknél csak működésre futja, egyedül a múzeum kap fejlesztésre pénzt, hogy megállíthassa a tinkamalom gombásodását. A Figura Studio Színháznak a működése biztosított, tehát ugyanannyi költségvetésben részesül, mint a tavaly, és persze ugye ő az állami szubvencióból, az augusztusi visszaosztásból, amit kap, addig ebből a pénzből meg tud lenni, tud működni az intézmény megfelelő módon. A művelési központnak úgy szintén megvan a költségvetése, annyi különbséggel, hogy a művelési központból a nagy fesztivál összegeknek, ami ugye főleg az RMDSZ tanácsosok részéről volt mindig nagy igény, azokat kivittük és egy külön alapba tettük, ahol most már úgy, mint sok tanácsosnak a kérésére, egy alapot hoztunk létre, egy 500 ezer lejes alapot, amelyet valamennyi kulturális alapítvány, civil szervezet majd ki tud pályázni az önkormányzati képviselők által elfogadott módszertan vagy pályázati szabályzat alapján. Ugyanígy a tavaly az íztáros tartozások miatt nem tudtuk bevállalni, de az idén az egyházaknak is úgy, mint a tavaly előtt egy 250 ezer lejes támogatási alapot hoztunk létre. A sportszervezetek a VSK-n keresztül juthatnak támogatáshoz pályázati rendszerben. A tavaly megítélt és ki nem fizetett összegeket viszont már nem kapják meg. Visszamenőleg fizetni, tehát nem lehet, tehát az elveszett szerintem, mert nem lehet visszafizetni, hiszen azért tiltotta le a kormány, hogy a megszorítások alapján ugye spóroljon. Na most úgy nem lehet spórolni, hogy nem fizet, csak akkor azt jelenti, hogy csak egy tartozást odázott tovább, hanem ezeket vissza, úgymond budzsetálni nem lehet, hogy vissza lehessen fizetgetni. A DHK tavaly nem kapta meg a minimum. Így van, a DHK sem kapta meg, az is le van tiltva ebbe a formába, elveszett. A mobilitás terv önerőből folytatódik, hitel kell hozzá. A fejlesztéseknél a legfontosabbak azok, amelyek ugye a blokk felújítás, tehát a rehabilitáció, amelyet szeretnénk folytatni. Most abban a fázisban vagyunk, hogy az elkövetkezendő időszakban még 5-6 tömbházat szeretnénk recepcionálni, tehát véglegesíteni, átadni. Ugyanúgy szeretnénk azt, hogy akkor a nyár folyamán befejezzük, tehát a mobilitás tervet is. A mobilitás tervnél
két fontosabb csomópontnak az átépítése, megépítése fog elkezdődni. Az egyik a Kossuth Lajos és a Tűzoltók utca közötti rész, ami érinti a Dózsa-György és a Tölgymező utca és a Bocsi negyedi kis utca, ami bemegy, tehát annak lesz a teljes megújulása, rehabilitálása, ami azt jelenti, hogy járda, aszfalt, zöldövezet azon a részen teljesen megújul. Ugyanígy majd elkezdődik, ami után megkapjuk a forgalom elterelés alternatíváit, a Kőkereszt körforgalma is, tehát az is még egy nagyobb volumenű munka lesz. Ezt is betervezzük, és ezt is szeretnénk. Na most azt tudni kell, hogy ugye most már a mobilitás tervnek a költségei, azokat már mind önrészből kell finanszírozzuk, és ehhez az önrészhez valószínű, hogy szükséges lesz a hitelnek a felvétele is. Folytatódik a szaklíceum bentlakásának felújítása szintén hitelből. A szennyvíz és ivóvíz hálózat bővítése is folytatódik, utóbbi be is fejeződik idén. A szennyvízvezetés miatt a Gyilkos-tó sugárutat is felássák a körforgalomtól egészen a város végéig. Új tömbház rehabilitációs program is elindul. Nem került a beruházások közé a főtér rendbetétele, de a pergolát se helyezik vissza. A lakónegyedek rendezését is rég kérték a tanácsosok, ez sincs betervezve, hiszen telekkönyvezni kell előbb. A Szárhegyi út és Állomás utca közötti terelőútra 1 millió lej van elkülönítve. Neki is látnak, mihelyt megvan az építkezési engedély. Ugyanennyi jut útkarbantartásra, de a polgármester megjegyezte, ez nem aszfaltozást jelent. Igényelhetik már a termelők az állami támogatást a paradicsom, fokhagyma és krumpli termesztésre. A paradicsomtermesztők 1500 euró támogatást igényelhetnek 1000 négyzetméter termőföldre, a fokhagyma termesztők hektáronként igényelhetnek ugyanennyit. A krumpli termesztőknek járó támogatás értéke 200 euró hektáronként, olvasható az RMDS közleményében. A korábbiakban be nem töltött állásokat, valamint újabbakat is hirdet a Gyergyószentmiklósi Kórház. Egészségügyi dolgozókra és kisegítő személyzetre is szükség van az intézményben. 14 állás meghirdetésére kapott jóváhagyást a Gyergyószentmiklósi Kórház az évelején az Egészségügyi Minisztériumtól. A posztokra jelentkezők egy részének már lezajlottak, egy másik részének pedig jelenleg is folyamatban vannak a versenyvizsgák. Sajnos azt kell mondjam, hogy nagyon sokat úgy kellett lezárjunk már, hogy nem sikerült senkit alkalmazni rá. Ez több okból alakult így. Részben azért alakult így, mert a jelentkező nem teljesen vagy nem helyesen tette le a jelentkezési aktacsomagját. Szeretném megkérni a majdani jelentkezőket, hogy figyeljenek oda, hogy formai vagy hiányosságbeli hibák ne essenek, mert akkor a bizottság el kell utasítsa a jelentkezést. Részben azért nem tudunk alkalmazni, mert vagy az írásbeli, vagy a szóbeli vizsgán nem sikerül elérni az átmenő jegyet. Egy héten belül újra hirdetik azokat az állásokat, amelyek felvételi vizsgái érvénytelenül zárultak. Ezek között van kórházi asszisztens és segédápolói poszt, valamint hamarosan pszichológust is alkalmaznának. De nőgyógyászra, radiológusra, illetve fülorgégészre is szükség lenne az egészségügyi intézményben. Annak a kockázatával, hogy ismétlem magam, én újra szeretném megkérni minden kedves jelentkezőt, hogy vegye komolyan a jelentkezést, és vegye komolyan a majdani munkahelyét, mert kórházban csak úgy lehet dolgozni, hogyha kellő tudással és komolysággal állunk a dolgokhoz. Az épp aktív vagy a későbbiekben megjelenő álláshirdetések is a Gyergyószentmiklósi Kórház honlapján a hirdetések címszó alatt találhatóak meg. Heti 3 járat indítását jelentette be a Wizz Air légitársaság Brassó és Budapest között. Június 18-ától a Wizz Air keddenként, csütörtökönként és szombatonként indít járatokat Budapest és Brassó között, így az utasok számára zökkenőmentes összeköttetést biztosít a két város között.
Budapestről a felszállás helyi idő szerint 5 óra 15 perckor, a leszállás Brassóban helyi idő szerint 7 óra 30 perckor lesz. Visszafele a repülő Brassóból helyi idő szerint 8 óra 5 perckor indul, Budapesten pedig 8 óra 15 perckor landol. Izgalmas témákkal, érdekfeszítő beszélgetésekkel és tartalmas előadásokkal indították csütörtökön délben a 7. kertészeti szakmai napokat és konferenciát Csíkmadarason. A Garden Project Kft. És a Ribbon Natur Szövetkezet által szervezett rendezvényen tájépítészetről, az innovációs technológiákról, a gyümölcstermesztés, feldolgozás és értékesítésről hallhattak előadást a résztvevők. Február 29-én megnyitó beszédek sorával kezdődött el a 7. kertészeti szakmai napok és konferencia Csíkmadarason. A meghívottakat és érdeklődőket a főszervező János Ferdinánd távollétében felesége üdvözölte, aki a rendezvény fontosságát emelte ki, és a témákat is ismertette. Olyan témákat hoztunk idén, ami nem csak a kis kertészeket érdekli, hanem igazából bárkit, aki kicsit is a természettel kapcsolatban áll. A tájépítészet, a parkrendezés, a digitalizáció, akár az akadálymentes játszóterek témaköröket is érintjük. Ezen kívül a gyógynövények, egyáltalán a gyümölcsnek a feldolgozása, egészen igazából a termesztésétől a feldolgozásig és értékesítésig, ezek lennének ugye az érintett témakörök. A megnyitót követően Fürdős Hódi Erzsébet előadásában akadálymentes fejlesztéseket és projekteket mutatott be a befogadó inkluzív játszótereken keresztül. Ezek kapcsán pedig beszélt az ilyen típusú létesítmények tervezési és gyártási módozatáról is. Ezek olyan játszóterek, ahol az épp gyerekek és a fogyatékossággal élő gyerekek egyszerre tudnak játszani. Tehát vannak akadálymentes megoldások. Ezek a megoldások szolgálnak mind a játszótéri eszközök kialakításában, a körülötte lévő terek kialakításában, de nem csak a kisgyerekek igényeire gondolunk, hanem a felnőttekére is, hiszen az őket kísérő felnőttek is lehetnek valamilyen fogyatékossággal élők. Ezek a sérültségek lehetnek mozgássérültségek, látássérültek igényeire is gondolunk, autizmussal élő gyerekeknek is tervezünk tereket. Szucsik Attila kertészmérnök, a Makeos elnökségi tagja eredetileg hallgatóként vett volna részt a rendezvényen, azonban a tájképi kertépítés témájában egy igen érdekes projektről tartott végül előadást Dani Zsolt tervezővel közösen. Ők beszéltek a Csíkmadarastól 90 kilométerre megépült japán elemeket és francia előkertet tartalmazó biofürdőtóról. Nem messze ettől a helyszíntől mi építettünk tavaly Dánokon egy 2600 négyzetméteres fürdőtavat, ami elég izgalmas projekt volt, tehát több mint 1000 tonna kőből, vízesésekkel, sziklakertekkel, egy komplett padakrevitalizációval, és gondoltuk, ha már úgyis erre járunk, akkor erről bemutatnánk ezt a projektet. Az előadások sorában Wu Lien Viola a közösségi terek fejlesztéséről beszélt egy új fejlesztésű termékcsalád, valamint az okos kültéri bútorok és más parkberendezések vonatkozásában. Ez az Urban Hero akadálypálya, ami egy olyan időmérő rendszerrel ellátott akadálypálya, ahol a felhasználók összemérhetik a tudásukat, áthaladhatnak a különböző nehézségű akadályokon és versenyezhetnek, és mindeközben azáltal, hogy együtt vannak, időt töltenek, egy helyen vannak, mozognak, egy nagyon jó közösség tud létrehozni, nagyon jó közösség tud létrejönni. Ezen kívül az okos utcabútorainkról fogunk beszélni, illetve azokról az utcabútor termékcsaládainkról, amiket azzal a szemlélettel hoztunk létre, hogy ne csak funkcionális bútorok legyenek, hanem a területeknek egy külön karaktert adjanak, illetve egy olyan teret, ahol az emberek összegyűlhetnek, és találkozhatnak, együtt lehetnek, és így ezáltal is épülhet a közösség.
A programsorozat keretében pénteken is folytatódtak az előadások és kerekasztalbeszélgetések, ugyanakkor volt metszősó, valamint a Kert muskétásai címmel neves előadók jelenlétében zajló programpont, melyekről a hétfői napszemlében számolunk be. Még az év vége előtt működőképes lesz a Nemzeti Rákregiszter, ami azt jelenti, hogy a betegek egységesített adatait a diagnózis felállításakor bevezetik a számítógépes platformba. Jelentette be ma a parlamentben az egészségügyi miniszter. Alexandro Rafila szerint ezt az ország minden olyan egészségügyi intézménye használni fogja, ahol a rákos megbetegedések diagnózisát felállítják. Hozzátette, a páciensek adatainak egységesítése folyamatban van. A környezetvédelmi miniszter szerint folyamatosan rekordokat dönt a betétdíjas visszaváltási rendszer, azonban a hatékonyságát kisebb problémák akadályozzák. A miniszter szerint ezek a problémák orvosolhatóak. Folyamatosan rekordokat dönt a betétdíjas visszaváltási rendszer, noha nem mindig akadálymentes a palackok visszaváltása. Többször szembesülnek azzal a vásárlók, hogy a visszaváltó automata nem működik, vagy éppen megtelt. Másrészt még mindig vannak olyan kis üzletek, amelyek vonakodnak részt venni a programban és visszautasítják a palackok visszaváltását. Mircea Fekét környezetvédelmi miniszter szerint Romániában sem történik más, mint más uniós tagországokban a betétdíjas visszaváltási rendszer bevezetésekor. Bizonyos csomagolásokon észrevettem, hogy például a logó nagyon kicsi volt, alig észrevehető, amit én személy szerint nem tartottam megfelelőnek, és azt is észrevettem, hogy a kis környékbeli boltokban az ottani emberek még nem ismerik a visszavételi garancia rendszerét. Elmondta viszont, hogy ez júliustól már nem okozhat gondot, mert már nem lehet forgalomba hozni garanciamentes csomagolást. Hozzátette, nem az a cél, hogy a rendszertől idegenkedő üzleteket megbüntessék, hanem hogy meggyőzzenek mindenkit arról, hogy a betétdíjas rendszer az országra nézve pozitív, környezetkímélő hatásai vannak. Mircea Fekét szerint nagyon frusztráló, hogy a nagyáruházaknál is előfordul, hogy az automaták nem működnek, de szerinte erre is lehetett számítani. A hiányosságokat pedig a tapasztalatok alapján idővel ki lehet javítani. 2024 első bemutatójára készülnek a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színházban, mely egyben romániai magyar nyelvű ősbemutatója Székely Csaba 10 című drámájának. A darab előbb román nyelven íródott, és a nagyszebeni Rádu Stanka Nemzeti Színházban vitték színpadra, majd a magyar változatot a budapesti Radnóti Színház mutatta be először. Új bemutatóra készül a Tomcsa Sándor Színház, Székely Csaba 10 című drámáját Rusznyák Gábor magyarországi rendező állítja színpadra. Az előadás szövegét a 10 parancsolat ihlette, a 10 szereplő 10 története bontakozik ki benne, és több díjat is bezsebelt már. 10 darab történetet látunk, valamelyik, mindegyik a valamelyik parancsolatból indul el. Nem kötődnek szorosan az adott parancsolathoz a történetek. Először úgy tűnik, hogy ez 10 különálló történet, de hamar rájövünk, hogy ezek a történetek kapcsolódnak egymáshoz, vagyis a benne lévő szereplők azok valahogy kapcsolódnak egymáshoz. És ez a 10 történet egyszer csak elkezd a kuszálódni, meg egyre gazdagodni ez a 10 történet. De tulajdonképpen 10 történet. Tehát olyan, mint egy kicsit, mint ez a sorozatvilág, hogy látunk 10 történetet, és akkor egyszer csak ugye a végére meg összeáll majd egy nagy egész talán. Mindenkinek érdekes lehet ez egyrészt, mert a történeteken belül van nagyon sokféle személyiség, nagyon sokféle probléma, amihez esetleg tudnak kapcsolódni az emberek. Maga az egész dolog érdekes, mert egy szellemi kaland, hogy hogyan rakja össze az ember ezt a puzzle-t, és az hogyan áll össze a fejében, mindenképpen elgondolkodhatja az embert erről a alapkérdésről, hogy a sorsunkban mennyire vagyunk bezárva, mennyire egy irányított sors az életünk, vagy mennyire vannak saját döntéseink, és vajon hogyan történik ez velünk. Szerintem ez mindnyájunkat korosztálytól függetlenül az embert, ez foglalkoztatja talán. Ugye a Csaba leírásában 10 darab szék van, ami egy sorban van a nézőtérrel szemben. Nekem a kezdetektől az volt a fejemben, hogy ez a 10 történet valahogy ez 10 kő, 10 ház,
10 tömbház. Ugye a darab szerint ők mindnyáján ebből a remény lakótelepről indulnak el, és akkor így jött az én fejembe az, hogy minden embernek legyen egy ilyen tömbháza, amit úgy cipel, visz, és akkor az ő sorsa az ebbe van belezárva valahogy. Hát ez egy folyamat mindig, tehát egyrészt a velem való azonosulás, hogy rá egymásra tudjunk hangolódni. A darabban hamar tudnak azonosulni olyan szempontból, hogy ha megértik a szituációkat és megértik a helyzeteket, akkor abban már nyilván keresik a saját lehetőségeiket, vagy azt, hogy hogyan tudják a saját színészi képességeit abban kihasználni, vagy esetleg tágítani, vagy valamilyen irányba elmozdítani. Tehát hamar volt. Mindig van egy ilyenkor egy bizonytalanság a színészekben, amikor nem egy ilyen egy koherens történet megy végig, hanem van egy ilyenfajta töredezettség, hogy van 10 kis apró történet, hogy az vajon önmagában hat-e az egész, vagy ez érdekes tud-e lenni, vagy ez leköti a nézők figyelmét. Tehát ez a fajta bizonytalanság, ez mindig bennük van. Ugyanúgy, mint egy vígjáték esetében, hogy ezen majd fognak-e nevetni tényleg, mert lehet, hogy a próbán nagyon vicces valami, de aztán az előadáson meg nem annyira nevetgélnek az emberek. Tehát ez mindig vannak ilyen fajta belső bizonytalanságok, de ez a munka folyamat része szerintem. Az előadás 2 óra 20 perces egy szünettel 16 éven felülieknek ajánlják, és idén részben lesz benne a színház bérleteiben, de továbbra is műsoron marad terveik szerint. A bemutatóra március 7-én este 7 órától kerül sor, majd rögtön másnap újra játssza a társulat. Most pedig nézzük még egyszer röviden a nap fontosabb témáit. 136 millió lejből gazdálkodik idén Gyergyószent Miklós, és további 94 millió lejből az alintézmények. A korábbiakban be nem töltött állásokat, valamint újabbakat is hirdett a Gyergyószent Miklósi Kórház. Magyar nyelvű ős bemutatóval indítja az évet a Tomcsa Sándor Színház. Ez volt a napszemle pénteken, köszönöm, hogy velünk tartottak, szép hétvégét, viszontlátásra! A napszemle bemondóját a Timus Butik öltözteti.